Budapest, 1991. szeptember. Nemzetközi Liszt verseny. Az első budapesti verseny győztese 1933-ban Fischer Anni volt. Idén vajon kinek terem babér? Kit lendít tovább egy itt elnyert díj? Kit ismer meg vajon a közönség és a nemzetközi zsűri? Harold C. Schoenberg, New York-i zenekritikus, Nádor György tanár úr, Franz Klida, francia Liszt interpretátor, Lev Vlasenko, az 56-os Liszt versenygyőztese, Falvai Sándor tanszékvezető professzor, Hubert Stupner, a bolzánói zongora versenyigazgatója, Alan Walker, Liszt kutató, és Lantos István zongoraművész. Versenyre eredetileg 70 jelentkezés érkezett, végül 36-an álltak rajthoz, azaz mondjuk inkább úgy, ültek zongorához. Közülük választotta ki a zsűri azt a 12 fiatal művészt, akik a középdöntő résztvevői lehettek, és akikkel műsorunkban megismerkedhetnek. Oravec György nevét, a fiatal magyar zongoristák hangversenyeit figyelők már ismerhetik, és hallhattuk őt az 1986-os Liszt versenyen is. Most a középdöntőig jutott Kocsis Zoltán és Lantos István volt növendéke. Szükséges, rossz, el kell viselni őket. Optimista vagy? Amíg zongorázom, meg gyakorlok, meg elindulok versenyen, az azt mutatja, hogy optimista vagyok. A versenyre 1958. január 1-je után született zongoraművészek jelentkezhettek. Így az 58. júniusában Tadzsikisztánban született Valeri Skarupa a legidősebbek közé tartozott. Moszkvai tanulmányok után most az Urali Muszorszki konzervatórium tanára. Számos versenyen indult és jutott az elődöntőbe. Itt most még a döntő is sikerült. Azok számára, akik a Zeneakadémia nagytermében végighallgatták a versenyt, rendkívül izgalmas élményt jelentett az, hogy egy-egy mű különböző tolmácsolásokban hangzott el. Érdekes is, tanulságos is, hogy hogyan nyúlnak ugyanahhoz az alkotáshoz a különböző hagyományokkal rendelkező, a különböző iskolákon felnőtt, a világ különböző tájairól érkezett fiatal művészek. A versenyek nagyon sokat jelentenek általában, és a Liszt verseny pedig különösen. Bár most nem túl nagy számú magyar hallgató indult el ezen a versenyen, de ennek azt hiszem az az oka, hogy egy Liszt verseny követelményei rendkívül speciális nehézségeket támasztanak a hallgatókkal szemben, és erre nem minden időben mindenki alkalmas. Egyik oldalról egy óriási lehetőség a fiatal művész generáció számára, hogy megmutassa magát, hogy kitörjön.
nyilvánosságot kapjon. A másik oldalon viszont van benne valami antihumános jelleg, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy csak az első helyezett, vagy az első helyezettek azok tudnak örülni a végén, és úgy érzem, hogy sokkal több a számszerűen a kiábrándultság a versenyzőkben egy ilyen verseny után, mint az öröm. Mégis ez valahol egy olyan lehetőség, amit nem vehetünk el, mint megnyilvánulási lehetőséget a gyerekektől. A ringbe be kell szállni. Aki nem száll be, azt nehezen fogjuk megismerni. Sokkal nehezebben kap nyilvánosságot. Ugye egy ilyen versenyt, ha valaki megnyer, akkor nem csak azt a bizonyos dollár vagy forint összeget fogja zsebre vágni, ami lehet, hogy átmenetileg egy rendkívül nagy előny annak az illetőnek, hanem sokkal fontosabbat az esetleges meghívásokat, szerepléseket, gondolom például ezzel a versenyen is fog járni, sok olyan fellépés, ami az egész világ előtt, hogy úgy mondjam, bebizonyíthatja a képességét. Döntőben minden versenyzőnek egy-egy átiratot is játszania kellett. Belehelyezkednie abba a gondolatvilágba, hogy Liszt hogyan látta pályatársait, hogyan szőtte tovább például ebben a műben Verdi dallamait. Születésnapomra kaptam egy zongorát a nagypapámtól, és ekkor indult el ez a karrier. Erre a Liszt versenyre egy évvel ezelőtt kezdtem el készülni, de persze ez nem azt jelenti, hogy egy évvel ezelőtt kezdtem a darabokkal foglalkozni, ezek már mind régebbi darabok. Versenyző típusnak érted magad? Hát én azt hiszem, hogy igen, mert nem igazán vagyok olyan izgulós típus. Nekem a célom az volt, hogy az elődöntőn túl essek, és az első 12-be bekerüljek, úgyhogy tulajdonképpen én már elértem azt itt, amit szerettem volna. De tegyük hozzá, Krisztinának még ennél is többet sikerült elérnie. Bekerült a verseny döntőjébe is. Már több nemzetközi versenyen részt vettél. A 86-os versenyen te érted el a legjobb helyezést. Maga a tény, hogy
hogy megnyertem, az egy nagyon hasznos dolog volt, mert hát az egy életrajzi adatom lett, amivel lehetett úgymond villogni, mert végül is ez egy angos verseny, azt kell, hogy mondjam. A másik oldalról nézve, hát elég sok koncert lehetőség járt ezzel. És milyen véleményed általában a versenyekről? Hát azt kell, hogy mondjam, egy szükséges rossz. Mert mit tud az ember csinálni? Mit tud egy fiatal zongorista csinálni? Hát olyan világban élünk, hogy egyre nehezebb érvényesülni, és kell valami ugródeszka, valami lehetőség, és hát erre sajnos a versenyzés a legalkalmasabb, bár én azt mondom, hogy a versenyzés a lovaknak való, vagy az autóknak. A hobbim az autók. Nagyon szeretem az autókat, meg a zongorákat. Szóval zongorák és kocsik ezek a hobbiaim. ...1964-ben születtem. Oroszországban éltem, és apám 5,5 éves koromban ültetett először a zongorához. Apám ezügyben igen erőszakos volt, pedig én sose akartam zongorista lenni. Naponta 3-4 órát kellett zongoráznom, pedig nem akartam, sőt szívből utáltam az egészet. Mindig csak a munka, a gyakorlás, meg megint csak a gyakorlás. Szóval, amikor Amerikába kerültem 17 éves koromban, akkor teljesen abba hagytam. Ez lázadás volt apám ellen. Azt mondtam, hogy nem vagyok hajlandó többé játszani, dolgozni kezdtem. Mindenféle munkát vállaltam, dolgoztam édességboltban, aztán étteremben, taxisztam, meg mindenféle mást vállaltam. 3 évig nem is nyúltam a hangszerhez, de közben eljártam a tanáromhoz órákra, amik mindig egyformán zajlottak. Bementem, és ott ült, beszélgettünk. Aztán ő kiabált, én meg elmentem. Végül meguntam, hogy kiabál, és leültem gyakorolni már saját elhatározásomból. Ekkor 20 éves voltam. Minden, amit tudok, ami jó a játékomban, azt a tanáromnak köszönhetem. A neve Nina Svetlanova. Nikita Magalov is foglalkozott velem. Nagyon szerettem őt. Óriási támaszt jelent. A zongora egyik nagymestere, aki szerencsére még él, bárcsak örökké élne. Sok mindent megmutatott, de a legfontosabb, amit adott, az az, hogy megerősített önmagamban azzal, hogy mindig azt mondta, jó dolgokat csinálsz, jó úton jársz, tedd mindig azt, amit a szíved diktál, az a tökéletes, ami belőled fakad. Nagyon jó, amit csinálsz, csak folytasd. Ő volt számomra az egyik legnagyobb támasz. Most lesz 80 éves, és a legnagyobbak közé tartozik, akik még élnek. Azt kívánom, bárcsak örökké élne. Az egész versenyt úgy, ahogy van, úgy hallgatom, mint egy találkozót. Lisztet ünnepelendő összegyűlt egy csomó fiatal zongorista, akik nagyon szép és értékes anyagot hoztak ide. Ez egyben dicséri is azokat, akik kiválasztották a verseny programját. Mert azt hiszem, hogy ez igazán jó választás volt, mindegyik fordulónak megvan a saját karaktere, és azt hiszem, hogy nagyon jó a sorrend is, hogy az elején voltak a nehéz etüdök, a második felében
lehet választani. Ott nem mondanám azt, hogy ott vannak a komolyabb darabok, az elmélyültebb darabok, lehet választani ezt is, azt is. Ez is jellemző, hogy ki mit választ. Minden esetre én nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és hallhatom ezt a sok jól felkészült, nagyszerű fiatal zongoristát. Steinberg a középdöntőig jutott. Saját bevallása szerint Liszt az egyik kedvenc zeneszerzője. Úgy tűnik, a fiatal zongoristák élete sehol sem túl könnyű. Amerikában Ori a zongorázás mellett számítógépekkel foglalkozik, hogy napi költségeit fedezni tudja. A versenyzést ő lehetséges szponzorok előtti bemutatkozásnak is tekinti. És nagy örömmel látom, hogy óriási a közönség. És tulajdonképpen azért örülök ennek nagyon, mert az elmúlt Liszt versenyeknél, mintha egy kis pangást figyeltem volna meg ilyen szempontból. A probléma nekem, ha egyáltalán fel kell vetni egy ilyen örömteli eseménynél, mint egy verseny, mert hát azért végsősorban mégiscsak bizonyos értelemben a zene ünnepéről van szó. Tehát a probléma ott vetődik föl, hogy hol húzható meg a határvonal szabadság és szabadosság között. Liszt zenéje nekem mindig is a szabadságot szimbolizálta. Amikor Liszttel foglalkoztam, hihetetlenül szabadnak, termékenynek, kreatívnak éreztem magam. Most persze nem tudom, hogy egy szigorú értelemben vett előadó művészeti versenynél meg kell-e, hogy nyilvánuljanak zeneszerzői elemek. Például Steinberg játéka tele volt olyan dolgokkal, amelyeket Liszt nem rögzített a kotába. Ugyanakkor azt viszont szomorúan látom, hogy nem nagyon nézik a magyar Lisztes kiadást a versenyzők. Tehát nem csak a Mephisto keringő pedálozásán lehet ezt észrevenni. Én a magam részéről tulajdonképpen kritikus szemmel nézem a könnyítéseket is. Valahogy olyan ez, mintha egy futóverseny közben az egyik versenyző hirtelen levágna a kanyart, és kényelmesen átsétálna a pálya másik oldalára. Ugyanakkor rögtön vitatkoznék is magammal, hiszen a zenében minden megengedett, mint ahogy állítólag egyszer Mozart mondotta, ha tetszik, játszatok az orrotokkal, csak jó legyen. Igen ám, csak hogy akkor mi a versenyzési faktor? Tulajdonképpen milyen faktor, milyen intervallum az, ahol erőket egyáltalán össze lehet mérni? Technikai lenne? Vagy netán kottaolvasati? Még a zsűri tagjainak véleménye sem lehet megegyező. Hiszen ki ezt tartja fontosnak, ki azt. Én szerintem, persze hangsúlyozom, mint csak vendég beszélhetek, a kottaolvasat döntő fontosságú, tehát hogy mit fejt meg az ember a szerző üzenetéből. Az egész mezőny legfiatalabb versenyzője. Ez a még nem egészen 16 éves kislány, vagy talán illendőbb úgy fogalmaznunk, ifjú hölgy, kiváló versenyző alkatnak bizonyult, pedig ez az első alkalom, hogy nemzetközi zenei versenyen pályázott. Amikor a budapesti hagyományoknak megfelelően a nyitó estén, mint legfiatalabb versenyző a sorsoláshoz színpadra lépett, még nem sejthettük, hogy egészen a döntőig színpadon is lesz. Thank you.
az, aki kimegy egy versenyre produkálni, általában meg akar felelni mindenféle szempontnak, ízléseknek, és általában így nyerik meg, és ezért nem feltétlen az első díjasok azok, akik a nagy művészek, mert sokszor egy ilyen kicsit konformista dolog, hát minden ízlésnek meg akarnak felelni, nem akarnak se túlságosan így, se túlságosan úgy, hanem egy ilyen középutat választanak, persze hát perfekt kell legyen, technikailag. Viszont van egy valamit szeretek, szeretek a versenyekben, és ezért csináltam tizenvalahány versenyt életemben. Azt szeretem, hogy inspiráló, hogy jó zenészeknek játszom. Választani egy hangszert, így választottam a zongorát, Tényi Zoltánnal tanultam 6 évig, majd a Pesti Bartók Konzervatóriumba kerültem Ábrahám Marianhoz, és most jelenleg Zempléni Kornél irányítása alatt. Nem az én műfajom, én inkább koncertezni szeretek emberek előtt, akikről tudom, hogy szeretnek engem, és azért hallgatnak, hogy élvezzék a zenét, és nem azért, hogy bíráljanak. Anikót a verseny során is sokan szeretettel vették körül, de ez most csak a középdöntőre volt elég. Sajnos a művész élet, a szakmai harc bizony nagyon kemény. A szalonok társasági légköre, a házi muzsikálások kora félő, már a múlté. Véleményed szerint azok, akik ide eljöttek, mennyire kapnak és mennyire rendelkeznek a verseny során vagy után egy teljes liszt képpel? Én azt hiszem, hogy nagyon is teljes lesz. Ha jól emlékszem, hát most nem mintha magamat előtérve akarnám tolni, de én javasoltam annak idején, épp a liszt évforduló kapcsán, hogy szűnjön meg végre a Liszt Bartók verseny, és legyen liszt verseny. De én azt hiszem, hogy így valóban tágabb teret nyújt a verseny egyrészt az előadó művészeknek, nem is csak a képességeik megcsillogtatására, hanem esetleg a fantáziájuk megmozgatására. Az átíratok egyáltalán, ahogy Liszt régebbi korok szerzőihez, műveihez nyúlt, egyáltalán a liszti szellem ilyen mérvű bevonulása ebbe a versenyben nagyon fontos, mert hiszen nagyobb spektrumban mozgatja meg az agyukat, a kezüket, összességében azt mondhatnám, hogy a zeneiségüket, az ilyesfajta versenykiírás. Éves koromban kezdtem zongorázni, és ez bizony nem számít korai kezdésnek. Otthon konzervatóriumba jártam, majd pedig Magyarországra jöttem tanulni. A Don Juan parafrázis nagyon nehéz darab. Tulajdonképpen véletlenül találkoztam vele.
az, amit azért érdemes a fiataloknak elmondani, egy olyan versenyen, ahol Liszt művek szerepelnek, és mindennek legalább 11 művet itt a verseny során műsorba kellett illeszteni, meg kellett tanulni. Ez biztos, hogy ez így van, hogy a főiskolán azért nagyon kevés számú Liszt művet játszanak, tanulnak a növendékek, és ezek azért nagyjából egy-két, mondjam azt, témakör köré csoportosulnak. De ez a verseny abból is nagyon érdekes volt már maga a műsor, hogy elég sok átirat szerepel a programban. Na most én személy szerint az átiratot tulajdonképpen nem szeretem, és idejét múltnak tartom, de nagyszerűen kiderül az, hogy az ember mit gondol Beethovenről, mit gondol jelen esetben Schubertről vagy Bachról, amint hallottuk ezt a mai napon is. Na, ez egy olyan dolog, hogy az ember egy kicsit becsempészte ide Schubertet, és becsempészte ide Beethovent vagy Bachot, és ez nagyon fontos, hogy igaz, hogy ez egy tiszta Liszt program, de hát ez is a Liszt életműnek egy nagyon jelentős része, hogy ő annak idején népszerűsítés céljából elkészített ezeket az átiratokat. Ezek az átiratok nagyon nehezek, úgyhogy ebből lehet arra következtetni, hogy valószínű az, hogy ő saját maga részére írhatta ezeket az átiratokat. Csak egyetlen versenyző, Szergej Paskevics választott. Talán a többiek úgy érezték, és meg lehet, nem véletlenül, hogy erre a versenyre való felkészülésük során inkább a romantika világára kell fektetniük a hangsúlyt. S bár Paskevics csak a középdöntőig jutott, Bach jelenlétét neki köszönhette a közönség. Azok a versenyek, melyeknek repertoárja egyetlen szerző életművéből válogat, valami különlegességet jelentenek, vagy állandó elemei lehetnek a zenei versenyeknek? Nem hiszem, hogy mást kellene a dologban keresnünk, mint amiről szó. Ez itt Liszt hazája. Van Chopin verseny Lengyelországban, ugye? És vannak hasonló versenyek. Például idén Kanadában rendeztek Mozart versenyt a Mozart év keretében. Nekem nincs semmi ellenvetésem az ilyen versenyekkel szemben. És mivel nagyon sok Mozart zongorista van a világon, de annál kevesebb a jó Liszt pianista, nagyon jó, hogy van néhány olyan rendezvény, amely ő rájuk tereli a figyelmet. Minden kornak megvan a maga előadási gyakorlata. A Liszt interpretáció sokat változott. Jó magam legalább 5 különböző iskolát követtem nyomon. A mai előadói gyakorlatra a komolysága jellemző. Inkább a szerkezetre, az építkezésre kerül a hangsúly, nem pedig az érzelmekre. Igen, sokat változott a Liszt előadás az elmúlt 30-40 évben. És ezt igazolják a hanglemez felvételek, hiszen közel 80 évről van gazdag felvett anyagunk. Így aztán sokkal nagyobbak a lehetőségeink arra, hogy összehasonlítsuk, hogyan változott egyetlen szerző előadási gyakorlata, értelmezése az évek múlásával. De hadd tegyem hozzá, hogy véleményem szerint az előadói szokások nem mindig az előnyös irányban módosultak. Az én legkedvesebb Liszt előadóim közül mára bizony sokan meghaltak. És a felnövekvő fiatalok közül bizony nehéz bárkit is összehasonlítani, például Petri Endrével, akinek Liszt játéka egészen csodálatos volt. Nagyon visszafogott, gyönyörűen csillogó. Ők Lisztet nagyobb tisztelettel kezelték, mint ahogyan a mai fiatalok döntő többsége közelít felé. De hozzá kell tegyem, hogy a magam részéről én a Liszt interpretáció kérdésében a jobb szárnyat képviselem, és szeretném, ha a szöveg nagyobb hűséget kapna. Versenyeken manapság sajnos ez sem kivételes, a fiatal zongoristák ütik-verik a zongorát, hogy szóljon.
Amikor én felnőttem, akkor a nagy zongoristák sose játszottak csúnya hangon, akkor se, ha hangosan játszottak. És volt egy csomó más dolog, amit nagyon jól tudtak. Hogyan játszon a balkész, hogyan szólaljanak meg a belső szólamok. Tudták, hogy mutassák be a liszti anyagot. A lisztjátéknál nem az a lényeg, hogy hogyan játssza le az ember a leírt hangokat, azt bárki meg tudja csinálni. De kell ezen túlmenően egy nagyon arisztokratikus, szabad megközelítés. Például nagyon rugalmasan kell a tempókat kezelni, ugyanakkor megtartva az alaplüktetést, de még órákig folytathatnám, épp azért nem is teszem. A mezőny talán legtemperamentumosabb hölgytagja a Kárpátaljáról érkezett Csupri Ketelka volt. Egyéniségéhez jól illett a programján szereplő spanyol rapszódia. Számára már nem ez az első alkalom, hogy Magyarországon jár. Koncertezett többek között Pécsett és Szombathelyen, és megjegyezte nevét most a Liszt verseny közönsége is. Zongorista társai pedig még egy dolgot véstek emlékezetükbe. Ha egy kis oldást, szórakoztatást szeretnének, Etelka mindig szívesen és jól improvizál. Erre pedig nem mindenki vállalkozik. Pálya 3 éves koromtól indult. Volt nekem egy tanárom, amelyik halásból tanított játszani. És valahol 5 éves koromban már kezdtem játszani Kálmán opereteket, mindent játszottam így halásból, sőt, Chopin keringőt. És aztán jött a Gergely Jóci néni, az első tanárnőm, aki megtanított Kottát olvasni. Aztán nagyon sokat voltunk együtt. Amennyire emlékszem, több mint 12 évet együtt voltunk. Felvettek a 4. osztályba rögtön a zeneiskolába. Nagy öröm, amikor az embernek a kezébe kerül egy ilyen tüneményes tehetség. Nekem elsősorban ez a elismerésem iránta, és szörnyen sajnáltam, amikor el kellett válni, de nem akarok tőle elválni. Ezért járok utána nyomában. És nagyon büszke voltam rá, amikor a moszkvai dobogon is megnyerte a 3. díjat Rachmaninov versenyen. És mikor meghallottam, hogy ide készül, nagyon is elsettem, mert tudtam, hogy Liszt Ferenc ez az ő vére, magyar lány, tehát nem fogja rosszul csinálni. Én a Lembergi Zenakadémián tanítottam Etelkát, még most is együtt készültünk a Liszt versenyre. Rengeteget dolgoztunk ezen a hatalmas anyagon. Örülök, hogy itt izgulhatok a közelben én is. Etelka, egy nagyon jó hírt tudok neked most mondani. Ebben a pillanatban súgták a fülembe, bejutottál a döntőbe. Lássuk tehát most már a döntő résztvevőit. Borbély Evelina, Csupri Ketelka, Kovács Krisztina, Leonid Kuzmin, Nohara Midori, Valeri Skarupa és Alexandr Strukov. Thank you.
Liszt-versenyen a kötelező művek közé kerül a H-moll szonáta. Idén a döntő repertoárján szerepelt ez a grandiózus, és bizony a zongoristák számára rengeteg megoldandó feladatot adó alkotás. A verseny magas színvonalára való tekintettel a zsűri az eredetileg tervezett 6-tal szemben 7 versenyzőt engedett a döntőbe. A közönség tehát egy napon 7 alkalommal hallgathatta meg a darabot, melyet mi most Alexandr Strukov előadásában hallunk. Ő már a 86-os Liszt versenyen is itt járt, de akkor egy sérülés megakadályozta abban, hogy folytassa a versenyt. Azóta befejezte tanulmányait Lev Lasenko osztályában, és most Novoszibirszkben tanszakvezető tanár. A verseny egy sajátságos műfaj. Mindenki másképp éli át. Nehezen viselem a versenyzést, de mégis szükséges elindulni, mert az új tehetségek felfedezése szempontjából hasznos és fontos. Nonsensnek tartom a művészek közti versenyzést, hiszen mindenki egy más egyéniség. Ezeket összehasonlítani olyan, mint egy jó ételt a rossz idővel összevetni. Sokszor növendékeim jönnek ide, mindig egyre fiatalabbnak érzem magam. Újra meg újra átélem mindazt, ami az én életemben itt kezdődött, 1956-ban. Nem gondolja, hogy egy-egy versenyző saját tanára még az átlagnál is kritikusabb a növendékével? Kényes kérdést tett fel. Amikor ott ülünk, ahogy mondani szoktam, a barikád másik oldalán, az erkélyen, és ítélnem kell, és a saját tanítványomat hallgatom. Bizony nagyon kiszolgáltatottnak érzem magam. Úgy, mint egy szárazra vetett hal. Bízom benne, hogy mindent jól játszik. Ő játszik, én meg csak figyelemmel kísérem mindazt, amit csinál. És minden erőmmel azt kívánom, hogy jól játszon. Hogy ne zavarja meg semmi. Ha nem játszik jól, akkor nem leszek ideges, de ha szépen, művészien játszik, akkor bizony ideges leszek. De ugyanakkor bizonyára nagyon igényes is. Igen, így van. Szinte sose vagyok elégedett. De ugyanakkor megértem őket. Tudom, hogy milyen nehéz színpadon lenni, és különösen mennyire nehéz versenyen játszani szakmai zsűri előtt. Így azért néha engedményeket teszek. Amikor egy-egy művet ilyen sokszor hallunk egymás után, akkor már nem csupán arra figyelünk, hogy eljátsza-e az illető a darabot, hanem igazi művészt keresünk, aki új értelmezésben tudja bemutatni a művet, aki nyitott szemmel tekint rá, és számunkra is új felismeréseket nyújt. Aki úgy tud bemutatni egy mindannyiunk által kívülről tudott darabot, hogy arra friss szemmel tekintsünk, új szemszögből lássuk. Amikor ilyen sok tehetséges fiatalt hallunk, akkor nem csupán bíráljuk őket, hanem bizony tanulunk is tőlük. Amikor itt hallgatom a fiatalokat, szeretnék egyszerre műkedvelő és ugyanakkor profi is lenni. Mert a műkedvelő teljes szívéből szereti a muzsikát, de a hivatásos muzsikus bár szereti a zenét, de csak egy bizonyos fokig adja át magát az élvezetnek, mert maga is játssza a darabokat, és így nagyon kritikusan fülel. A zsűri számára a legkellemetlenebb dolog az, amiért tulajdonképpen egyáltalán egzisztál a zsűri, az, hogy ítéletet kelljen hozni. Nagyon nehéz eldönteni azt, hogy ki az inkább úgy mondanám, csak az igazán jót, meg az igazán rosszat lehet határozottan elkülöníteni. Ez az biztos, hogy ki lesz a legjobb és a legrosszabb. Én számomra mégis a legfontosabb a zenei megnyilvánulás, és nagyon sok hibát el tudok nézni, hogyha valami olyan rendkívüli koncepciót hallok ki abból a zongorázásból, ami mondjuk az átlagon felülinek számítható, ilyen esetben én inkább magasra pontozok.
közönség gyorsan a szívébe zárta az apró termetű Nohara Midorit. A 24 éves japán zongoraművész tokiói tanulmányok után egy éve Párizsban tanul Germain Mounier osztályában. Tavaly a buzoni verseny harmadik díját nyert el. S bár beszélgetni vele a nyelvi korlátok miatt bizony nem könnyű, játékát egyaránt megértik Japánban, vagy éppen mi nálunk. A műsor eddigi részében nézőink a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny középdöntőjén és a döntő első napján készített felvételeinket láthatták. Ma este a Zeneakadémiáról jelentkezünk. Itt kerül sor az ünnepélyes díjkiosztásra, majd ezt követően a győztesek gálakoncertjére. A zsűri döntése értelmében megosztott harmadik díjat kapott, Szovjetunióból érkezett Csuprik Etelka és Valeri Skarupa szovjet versenyző. A második díjat is megosztották, egy Japánból érkezett versenyző Nohara Midori és az Egyesült Államokból érkezett Leonid Kuzmin között. Az első díj nyertese Alexander Strukov, aki a Szovjetunió színeiben versenyzett. A döntő valamennyi résztvevője számos külön díjban és koncertmeghívásban részesült. Így közülük többek további pályafutását is figyelemmel kísérhetjük majd, hiszen vendégeink lesznek a későbbiekben is. A gálakoncertet, melyen a két második díjas és az első díjas játszik, megtisztelte jelenlétével Szófia spanyol királyné is, Göncz Árpád köztársasági elnök is, és számos más vendég. Most először Alexander Strukov első díjas versenyzővel hallgassunk meg egy rövid részletet a Hámor szonátából. A műsor korábbi perceiben már hallhattuk a döntőn készített felvételt, most pedig már egy első díjas tolmácsolását élvezhetjük.
döntőben valamennyi versenyzőnek zenekarral versenyművet is kellett játszania, erről azonban összefoglaló műsorunkban eddig még nem tudósítottunk. Zárja most közvetítésünket egy koncertrészlet. A verseny döntőjén és a gálán is a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara működött közre Ligeti András vezényletével. Mi pedig most búcsúzzunk az Ezdur zongora verseny hangjaival, melynek szólistája Nohara Midori.